megnevezte zaklatóját Sárosdi Lilla. A színésznő állítása szerint Marton László, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára, a Víg Színház volt igazgatója, rendezője molesztálta 20 évvel ezelőtt. Marton rágalomnak nevezte a vádakat és jogi útra tereli az ügyet. A tények összeállítása után ezzel a témával folytatjuk. Sárosdi Lilla színésznő a közösségi oldalán egy videóban mesélte el, hogy 18 évesen egy rendező és barátja elvitték kocsival. Azt állítja, hogy a rendező molesztálta. Úgy érzem, hogy tartozom nekik azzal, hogy fölvállalom és kimondom ezt a nevet. Csütörtök délelőtt pedig elárulta, hogy Marton Lászlóról van szó. A rendező állítólag lehúzott sliccel orális szexre kérte a fiatal színésznőt. Az illető Marton László, a Víg Színház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár. Marton László az MTI-ben kiadott közleményben reagált a vádakra, azt írta, hogy nincs valóság alapja Sárosdi történetének. Sárosdi Lilla állítása minden valóság alapot nélkülöz, rágalom. Ezért kénytelen vagyok a megfelelő lépések megtételére. Marton László a Víg Színház volt igazgatója, jelenleg is tanít a Színművészeti Egyetemen. Az egyetem közleményében leírta, hogy arra törekszenek, hogy csökkentsék a diákokat érő jogsértések lehetőségét. Azt írták, hogy a világon egyetlen intézmény így az övék sem állíthatja, hogy nem fordulhat elő a falai között visszaélés, jogszabályokba ütköző cselekmény. Ugyanakkor az egyetem nyilvántartása szerint az elmúlt évtizedekben nem fordult elő zaklatási ügy az intézményben. Az ügyről most jogi szempontból Hiros Virág ügyvéddel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy befáradt. Nagyon kemény ügy ez, ahogy ez elkezdett így burjánzani. Igazából például ebben a konkrét ügyben azért nagyon nehéz igazságot tenni. 20 évvel ezelőtt történt, ugye ezek bizalmas dolgok, egy ember egy állítással, egy másik állítással szemben. Hogyan tovább? Úgy gondolom, hogy elég kényes maga az ügy, tehát több szempontból, szemszögből is megközelítheti az adott téma. A rendező szempontjából is meg lehet közelíteni, illetve az áldozat szempontjából is, amennyiben áldozatról beszélünk. Próbáljuk meg akkor így, jó, hogy mi lehet akkor, hogyha az egyiknek van igaza, mi lehet akkor, ha a másiknak van igaza. Igen, tehát abban az esetben is, hogyha ez egy valós történet és valóban megtörtént, akkor is ez egy 20 évvel ezelőtti történet. Tehát ne felejtsük azt el, hogy egyrészt elévült, másrészt nagyon nagy nehézségekbe ütközik a bizonyítás ilyen esetben is. Alapvetően a szexuális jellegű bűncselekményeknél az elkövetők alapvetően arra törekednek, hogy ne legyen bizonyíték. Tehát már, mivel ezt titokban követik el, már a bizonyítás alapvetően nehézségekbe ütközik. Viszont abban az esetben, hogyha a rendező szemszögéből közelítjük meg a témát, és mondjuk ő tesz egy feljelentés rágalmazás bűncselekménye miatt, akkor tudni kell azt, hogy megfordul a bizonyítás, és aki most magát ugye áldozatként tünteti fel, könnyen kerülhet abba a pozícióba, hogy ő vádlottként vesz részt egy büntető eljárásban, azért mert ő kiállt és megnevezte az illetőt. Mi lehet itt a bizonyíték, hiszen egy ilyen kis légyotton ketten vannak, 20 évvel ezelőtt történt. Mi lehet a bizonyíték? Jelen esetben én úgy olvastam, hogy hárman voltak jelen. Én ezt nem tudtam, igen. Hárman voltak jelen. Sofőr. Na most nyilvánvaló, hogy aki bűnrészese egy ilyen cselekménynek, nem fog saját magára vagy másra terhelő tanúvallomást tenni. Tehát ez még inkább nehezíti szerintem a hölgynek a vallomását, illetve az, hogy bizonyítsa az elkövetőnek a felelősségét. Amit itt egyébként kiemelnék, és szerintem fontos lehet a témával kapcsolatban, hogy abban az esetben, hogy a fiatalkorú sérelmére követnek el mostanság egy ilyen cselekményt, akkor most már az elévülhetetlen. Tehát sokan nem tudnak erről, de elévülhetetlenné váltak az ilyen típusú cselekmények. Mivel viszont ez nem visszamenőleges hatályú, ez a jogszabály, ezért jelen esetben ezt nem tudjuk alkalmazni, tehát ez a cselekmény mindenképpen elévültnek minősül. Ami fontossága lehet, én úgy gondolom ennek, hogy elindított egy bizonyos mozgalmat ez a hölgy, és az ilyen típusú cselekménynél a legnagyobb ellenség az elkövetőknek a nyilvánosság. Tehát bizonyítás az, én úgy gondolom, hogy szinte majdnem, hogy lehetetlen az ő esetében. Az ő esetében az egyetlen lehetőség vagy esély szerintem inkább az, hogy mások is mellé állnak, ezáltal talán nagyobb hitelességet kap a története, és talán ilyen esetben az elkövetők, mert inkább többes számban beszélnék, mert nem beszélnék egy adott esetről, hisz nem ismerem ezt az ügyet, de ilyenkor ez egy elrettentő példa lehet, illetve visszatartó ereje lehet az ilyen típusú nyilvánossághoz való fordulás. Tehát akkor van értelme az aláírásgyűjtésnek, mert hogy ez folyik, és akkor ezt tudom, hogy az aláírás
aláírásgyűjtés az miről szól? Most, hogyha ez arról szól, hogy egy nevezett szemét mondjuk váltsanak le a pozíciójából, én úgy gondolom, hogy azért ez csekély, tehát azért konkrétumokat kellene bizonyítani, az ártatlanság vélelme az fennáll ilyen esetben erőteljesen, míg a rágalmazás bűncselekménynél az ártatlanság vélelme az nem áll fenn. Tehát fontos az hangsúlyozni, hogy ha ne adj Isten itt egy feljelentés születik az ügyben rágalmazás bűncselekménye miatt, akkor sajnos ez a visszájára fordulhat, hisz ilyen esetben úgynevezett áldozatnak kell majd bizonyítani a kétséget kizáró módon, ráadásul azt, hogy igen, amit ő állított, az valós. És ez igencsak nehéz 20 év távlatából. Tehát mi történik mondjam, akkor, hogy ezt, meg, ha ezt ő nem tudja bizonyítani? Hát akkor a rágalmazás bűncselekményét tudja megvalósítani, ami azt jelenti, hogy egy évig vagy két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető abban az esetben, hogyha például mondom, ez minősített, tehát mondjuk jelentős érdeksérelmet okoz, vagy nagy nyilvánosság előtt követi el, akkor, illetve agyas indokból mondjuk ezt kevésbé hinném, akkor ez egy minősített esetként is megvalósulhat, és bizony két évig terjedő szabadságvesztés is lehet a büntetési tétele. És nyilvánvaló, hogy gondolom, egy büntetlen előletű személy esetében ez nem hiszem, hogy fennállna ilyen veszély, tehát mondjuk elintézik egy próbára bocsátással vagy pénzbüntetéssel, de kellemetlen az adott szituáció, hogy neki kell bizonyítani azt, hogy ez megtörtént, és egy olyan szexuális bűncselekménynél, ahol szinte 100% hogy nem áll rendelkezésre bizonyíték, pláne 20 évre visszamenőleg. Nézzük meg egy kicsit még fél mondatban a másik oldalt, hogy mi történik, hogyha sokan állnak ki mellette, milyen következménye lehet a másik. Ha sokan kiállnak mellette, amit mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy talán valamilyen szinten kicsit az egyetlen esély lehet ilyen ügyekben, az, hogyha mondjuk mások is konkrétan jelentkeznek egy adott személlyel kapcsolatban, akkor mondjuk ez elrettenhető, vagy visszatarthatja ezt a személyt attól, hogy feljelentést tegyen, hisz nyilvánvaló, hogy az ő becsülete, a jó hírnévhez való joga még inkább sérül azáltal, hogyha mások is előállnak, és azt mondják, hogy de bizony, velem is ez történt, velem is, mert akkor már elgondolkoznak, és inkább ezen a személyen akkor rajta marad ez a történet. Tehát még lehet, hogy az a jobb, hogyha kiszáll inkább ebből, és nem áll bele a történetbe. Ezt neki kell tudnia. Minden esetre az biztos, hogy kutatások szólnak amellett, hogy az ilyen típusú cselekmények és nem szeretnék erről a konkrét esetről beszélni, hisz nem ismerem az összes részletét. Általában a szexuális bűncselekményt elkövető személyek, tehát az aklató típusú személyek nem szoktak egy áldozatnál megállni. Tehát általában több áldozat szokott lenni, az más kérdés, hogy más is be fogja vállalni. Kíváncsian várjuk az ügyfordulatot. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és ezeket elmondta. Köszönjük.